Hétvégén kabán gyűltek össze a környék galambászai, hogy a szakemberekből álló zsűri előtt megmérettessék kedvenceiket. A püspökladányi székhelyű, ám számos kabai tenyésztőt is soraiban tudó egyesület egyik legfontosabb küldetése a természet és környezet tudatos gondolkodásra nevelés, melyhez a szervezők tapasztalatai szerint a madarak megszerettetésén keresztül egyenes út vezet. Az igazi családi programot nyújtó kétnapos esemény főszereplőit, a galambokat és díszbaromfikat múlt heti zenés összeállításunkban már megmutattuk, most pedig a tenyésztőkkel és az érdeklődőkkel készített interjúinkat szerkesztjük mai adásunkba. Igazán szépen ünneplik a kabai és kaba környéki galambászok itt a két ünnep közötti időszakot, hiszen azt hiszem, hogy itt a gyönyörű galambok látványánál nem kell szebb itt ebben az időszakban. Mit kell tudni a mai rendezvényről? Ki szervezte ezt a galambkiállítást? Üdvözlöm a Kabai Televízió nézőit! Katona Tibor vagyok, a Püspökladányi Galamb és Kisállattenyésztők Egyesületének elnöke. Mi szerveztük ezt a kiállítást, így már azt lehet mondani hagyományosan, mert most a 3-4 alkalommal már szerveztünk minden második évben, mivel egyesületünknek, tagságának egy része kabai, és azért úgy állapodtunk meg egyik évben Nadányban, másik évben kabán rendezünk meg a rendezvényünket. Mit kell tudni azoknak a kiállításról, akik nincsenek benne a galambászatban? Hiszen ha itt végigjárjuk a ketreceket, akkor látjuk, hogy vannak bírálati szempontok, például a testalkatot, a tollazatot, a csőrt és egyéb más dolgokat is megítélik. Hát igen, a galambászat egy különleges sportág. Minden fajtának van egy úgynevezett szendertje, fajta leírása, amely a csőrtől a farok végéig leírja, hogy egy-egy galambnak milyen, és a bíráló kollégák azt az alapján minősítik a galambokat, adják a pontokat és végül is a helyezéseket, díjakat. Milyen fajtákat láthatnak itt, vagy ezt most hosszú lenne se felsorolni? Hát annyira nem nagyon hosszú, mert van, de tulajdonképpen vannak rübgalambok, díszgalambok, nagytestű alaggalambok, úgyhogy lényegében azt lehet mondani, hogy egész repertoár, ami a galambászatban létezik nagyjából, és még néhány díszbaromfi fajta is bemutatásra került. És lehet azt mondani, hogy itt a kabai általános iskola tornaterme majdhogy nem szűknek bizonyult. Így, hogy aránylag elég szépen megtelt a kertecek, és így talán szűkösen, de elfértünk. Lehet-e számszerű adatokkal szolgálni, hogy hány kiállítónak hány fajtája szerepel a kiállításon? Hát több mint 200 galamb, illetve több mint 30 baromfit mutattunk be. Ezt javarészt Hajdubihar, Szolnok, Nyíregyháza környékéről érkeztek ezek a tenyésztők. Körülbelül több mint 30 tenyésztő. Van-e valamilyen időszaki sajátosság ezeknek a kiállításoknak, vagy ez most teljesen véletlenszerűen került az év majdnem utolsó napjára? Hát ez tulajdonképpen már évek óta egyesületünknek hagyománya, hogy a két ünnep között rendezzük meg a kiállításunkat, mivel tehát a galambok kiállításokat csak télen szoktuk rendezni, mivel azkor nincs tenyészidőszak, illetve mivel több egyesület is rendez kiállítást, így ez volt a mi egyesületünknek megfelelt, illetve az iskolának is, hogy akkor tudják a tornatermet ideadni. Nyilván nem csak az időpont miatt mondhatjuk, hogy ez a kiállítás ez tulajdonképpen ünnepe a galambászoknak, hiszen ilyenkor tudják megmutatni a különféle gyönyörű példányokat, viszont milyenek a dolgos hétköznapok, egyáltalán mi a szép a galambászatban? Hát a szépség az tulajdonképpen a kiállítás, ez a éves munkának az értékelése. Itt derül ki, hogy egész évben mit végeztünk, és hogy sikerült a tenyésztésünk. Hát a hétköznapok azok nem ennyire szépek, mert takarítani kell a galambok után, etetni kell őket, fertőtleníteni, oltogatni, párosítási tervet csinálgatni, úgyhogy eléggé munkás hétköznapok a hétköznapok, de azért megéri nagyon sok fiatalnak tenyészteni. Itt a környékből már volt szerencsénk összefutni galambászokkal. A püspökladányi kabai galambászok járnak-e távolabbi helyekre kiállítani? Vagy általában itt a megyén belüli kiállításokat látogatják? Általában persze Budapest, vagy
és vidéki kiállításokra is szoktunk menni, illetve az országos kiállításokra is, hogy dicsekedhessek, azért ott is szoktunk szép eredményeket, több győztes címet sikerült az idén is szereznünk az országos kiállításon. Úgy látom, hogy lesz itt egy eredményhirdetés, egy díjazás, a díjak átadása, nagyon szépen sorakoznak itt a serlegek, oklevelek. Azt gondolom, hogy ezeknek az előteremtése, megvásárlása sem két filléres dolog. Hát igen, sajnos eléggé drága ez a sport, amúgy a kiállítás megrendezése is, de hát a belépőjegyek, felajánlott díjak, nevezési díjakból szűkösen ki tudjuk gazdálkodni. De sajnos a támogatók is sajnos egyre szegényebbek is, egyre kevesebben tudnak áldozni. Milyen a látogatottság? Mert úgy látom, hogy most is elég szép számmal vannak itt a tornateremben. Hát hál' Istennek ez az időpont ilyen szempontból jó, hogy sokan nem dolgoznak, és általában csak mindenkit érdekel, mert vannak, aki azt mondja, amikor bejött, hogy ó, hát mindenki olyan látott, ő már galambot, meg baromfit, és mikor jé, hát ez is galamb, meg ez is tyúk, és tényleg sok olyan lehet látni, amit általában egy mezei udvarban nem igazán lehet látni. Milyen év vár a galambászokra, mit remélnek 2013-tól? Hát mindig jobbat remélünk, hát de majd kit fog derülni, hát a takarmányárak az egekben vannak, munkahelyek nem igazán vannak, sok tenyésztőtársunk munkanélküli lett, illetve bércsökkentések, stb., hát de azért bízunk a jövőbe. A környékből szinte mindenhonnan érkeztek kiállítók, egy régi kedves ismerőssel találkoztunk a Balmazújvárosiak képviseletében. Úgy tudom, hogy a Balmazújvárosi Egyesület tagjainak elég aktív lett itt az év vége, hiszen többfelé is van kiállítás. Ugyanezen a napon rendeznek a régióban Fehérgyarmaton egy kiállítást. Egyesületünk fontosnak tartja, hogy más egyesület munkájában részt vegyen, járuljon hozzá a mások rendezvényének a sikeréhez. Ezért úgy szerveztük meg a saját dolgainkat, hogy Fehérgyarmaton is van képviseletünk állatainkkal, és itt is van képviseletünk állatainkkal. Így tudtuk megosztani a lehetőségeinket, és örülünk neki, hogy ezzel tudtunk segíteni mindkét egyesületnek egyszerre. Ide Kabára milyen galambokkal érkeztek az újvárosi? Fel tudom sorolni, mert én hoztam a galambokat. Mondén galambot hoztunk, Strasser galambot, páva galambot és kaukázusi keringő galambot. Milyen a mezőny, milyen a színvonal itt a kabai kiállításon? Maga a környezet az ideális, a galambok elhelyezése ideális, szemmagasságban, egysoros elrendezésben, tág közlekedési utakkal, udvarias rendezőkkel, színvonalas díjazással. Jó, egyszerűen jó ide jönni. Amikor az ember belép az ajtón, akkor egy kellemes érzés fogja elő, és ez marad ez a kellemes érzés talán a zárásig. Egy igazi szakértővel beszélgetünk, aki azért már évtizedek óta benne van ebben a szakmában, hobbiban, szenvedélyben, nevezhetjük bárminek. És ugye, amikor nézzük itt a bíráló lapokat, akkor látjuk, hogy szinte minden egyes test részét megítélik a galamboknak. Hogy tud ehhez egy tenyésztő hozzátenni? Nyilván nagyon fontos az, hogy milyen a vérvonal, de mondjuk hogyan lehet ezen javítani a hétköznapok során? Hogy mondjuk a következő alkalommal jobb pontszámot kapjon egy-egy galamb? Én kétféle minőségben is tudok erről nyilatkozni. Az egyik tenyésztőként tudok erre nyilatkozni. Ezt úgy tudnám legértelmesebben és legkézzelfoghatóban elmondani, hogy azért vagyunk művészek, mert amit egy szobrász megalakít egy élettelen anyaggal, mi ezt az élő természet által adott állaton próbáljuk szakmai hozzáértésünkkel, vagy nem hozzáértésünkkel, vagy a véletlenek igénybe vételére próbáljuk ezt megformálni. Nagyon nagy felkészültséget igényel, ismerni kell az állat viselkedésétől kezdve, a genetikai hátterét, átalakító képességét, fenntarthatóságát és így tovább, de a kiáltási kertetszőben megjelenő egyedek ezt jól reprezentálják, hogy milyen szakértelemben nyúlt hozzájuk a tenyésztője. Bírálóként pedig magam is gyakorlom néhány éve ezt a szakmát, éppen a Fehérgyarmati kiállításon kaptam feladatot ezzel egy időben, és azért dolgoztam ott. Bírálóként azt tudom elmondani, hogy másképp látszik a galamb azon az oldalon, ahol a bíráló áll.
mert a bírálónak kritikusnak kell lenni, a galambra vonatkozó fajta leírás minden betűjét szerencsés betartani, azt fel kell vezetni a bíráló lapra, itt is példáson látszik, hogy nagyon szépen ki van állítva a lap, amiből a tenyésztő egy bizonyos útmutatást kap, tehát a bírálói munka azért más, mint a tenyésztőjé, mert tulajdonképpen a tenyésztést kritizálja, vagy az elért eredményét becsüli meg. Az biztos, hogy olyan bírálat nincs, hogy minden tenyésztő ezzel egyetértsen, ezzel nem is lehet törekedni, hát nézzük meg a foci meccset, sokkal több jó bíró ül a lelátón, mint ahány a meccset vezeti, és szerintem mégis azért hozzá jobban neki bent fújja a sípot. Viszont tudomásul kell venni a tenyésztőnek, hogy a szabály ugyanúgy vonatkozik rájuk is, mint a bírókra, ezért nehéz dolog ez, és ezért szép. Értem, de van-e lehetőség fejlődésre? Tehát nyilván ennek a fajta leírásnak van egy objektív kerete. Létezik-e az, hogy mondjuk az egyik galamb az egyik kiállításon igen jó minősítést kap, és mondjuk a következő kiállításon egy év múlva már mondjuk kiválót? Ez nagyon furcsa szakmai dolog, és aki ebben nincs benne, nem biztos, hogy megérte, a tenyésztők nagy része sajnos ilyen. A következőről van szó, bemutatnám ezen az állaton. Ennek az állatnak van egy olyan tulajdonsága, hogy vagy kellően emeli a mellét, vagy nem. A bíró feladata az, hogy döntse el, hogy kellően emeli, vagy nem kellően emeli. A szakmai elvárás, hogy ezeket tudja súlyozni, ezeket a dolgokat, és vannak előnyök, kívánalmak és hibák. Most ezeknek az alkalmazásában a bírónak kell eldönteni, hogy ez az eltérés az ideálistól kívánalom szintjén van, vagy hiba szintjén. És ha csak kívánalom szintjének ítéli meg, akár ez kiváló is lehet ez a galamb, azzal az egy kívánalommal, de ha hibaként jelöli, ebben a sorba kell írnia, akkor a bírári szabályzat szerint 92 pontnál többet nem kaphat. Na most ez a pillanatnyi forma, ez olyan, mint amikor Messi kihagyja a 11-est. Tehát a világ legjobb futballistája, de elhibázta azt a dolgot, ő is kerülhet ilyen helyzetbe, ezt tudni kell értelmesen kezelni. Köszönöm szépen, milyen lesz a következő esztendő mondjuk az újvárosiaknak? Hát én nagyon érdekes helyzetben vagyok most a Balmazújvárosi Egyesülettel kapcsolatban, mert holnapig tart a mandátumom, és előre haladott koromra való tekintettel változást fogunk eszközölni a január 1. közgyűlésén. Felneveltük tudatosan a fiatalokat, olyan hátteret biztosítottunk nekik, amit csak működtetni kell, megvannak hozzá a megfelelő embereink, és ők veszik át a stafétabotot. Természetesen az összegyűjtött szakmai tapasztalatommal ezután is segíteni fogom őket, viszont úgy érzem, hogy még egy lendületet kap a galambtenyésztésem, a felszabadult időm egy részét erre tudom fordítani, nagyon nagy szükség van rá. Vannak olyan látogatók, akik a megye határainról, túlról érkeztek, ha jól tudom, akkor Szarvasról érkezett. Ez így igaz, és nagyon nagy tisztelettel és szeretettel üdvözlöm Önöket, a Kaba Város televízió nézőit és magát a kiállítás látogatóit, szervezőit. Ez egy nagyon szép törekvés. A tenyésztői munkásságom ez a galambokra mintegy 50 évre tehető vissza, a baromfiknál pedig 35 esztendőre. Meghatározták mindig az életemet, szorosan hozzátartoznak a jószágok, a jószág iránti szeretet. Még fiatal gyerek voltam, elkötelezettje volt a családom a Nonius tenyésztésnek, és engem a galambtenyésztés és a baromfi tenyésztés, ez úgy gondolom, hogy elkísér egy életen át. Hogy ítéli meg a itteni kabai kiállítás? Színvonalas, nagyon szép kiállításnak tartom. Én a fiatalságot arra kérném, hogy ne csak a számítógép mellett üljenek, hanem foglalják le magukat a kis állatokkal, meg minden olyan mással, ami szebbé teszi a hétköznapjaikat. Úgy gondolom, hogy ez a jövő. Napokon belül megyek München alá egy kiállításra, az teljesen más világ. De minden világ olyan, amit teremtünk magunknak. És a múlt megbecsülésével lehet a jövőt felépíteni. Ezt az egyik legnagyobb magyar mondta, Széchenyi. Bizony, bizony, és erről soha ne felejtkezünk el, hogy nagyon fogy ez a nemzet, és fogynak a galambászok is, mert nem sok az utánpótlás, és ezeket nagyon meg kell becsülni. Nagy tisztelet a Kaba Város vezetőinek,
ennek az iskolának, a vezetésének, hogy helyt adott ennek a kiállításnak. Kívánom, hogy a törekvéseik jövőre is ugyanilyenek legyenek, és lejjék benne örömüket. Nagyon sok az volt, amit régebben Kabán, amikor még MB2-es, meg akármilyen nagy múltú futballcsapatuk volt. Nagyon sok, pár évet éltem Hajdúszoboszlón, de egyébként Cserkeszőlőben laktam, most jelenleg Szarvason lakom a szülői birtokon, és van rálátásom Záhontól Sopronig az országra. Nagyon sok helyre hívnak bírálni, meg hát így baráti beszélgetésre, meg a környező országokban nagyon sok ismerősöm van. És nagyon boldog új esztendőt kedves minnyájuknak, ennek a nemzetnek pedig békét, nyugalmat és szebb jövőt. Köszönöm, hogy megtiszteltek. A kiállító Püspökladányi Székhelyű Egyesületnek kabai tagjai és kabai kiállítói is vannak. Milyen galambokat hozott a mai alkalomra? A mai alkalomra strasszer galambokat hoztam, sima kéket és kovácsoltat. Ilyen minősítéseket kaptak, itt látok egy egészen nagyon szép kiállító győztes feliratot. A minősítés ebben van kiállítás győztes, egy fiatal hím. 95 pontos, ami igen jó, a 93 pontosak is még abban a kategóriában tartoznak, úgyhogy végül is meg vagyok vele elégedve, de már nem sok van belőle, ami hát végül is kiadók lesznek. Milyen volt ez az év az ön szempontjából? Az év a Strasserek szempontjából az elég jó volt, mert több mint 40 darab fiatalt fogtam tőlük. A magyar óriások azok úgy szintén, mert azokkal is foglalkozok, meg francia mondénok is vannak, de azokat most nem állítottam ki. Ők most ebben az évben valahogy nem igazán hozták a formájukat, de tavaly évben még viszont ők nagyon jók voltak. Ön már elég régen foglalkozik a galambtenyésztéssel, van-e utánpótlás Kabán? Egyáltalán körülbelül hányan foglalkoznak Kabán galambokkal? Hát én gyerekkorom óta foglalkozok vele. Voltak kisebb, hosszabb idő megszakítások, de utánpótlás nem igazán jön. Valahogy a fiataloknak vannak, akiket úgy megfog, próbálkozik vele, van hozzá kedve, hogy csinálja, és azért csinálnánk a kiállítást, hogy hát végül is ugye azok majd vegyék által tőlünk majd később ezt a, hát nem mondom, hogy foglalk hobbit, mert azt inkább azt mondanám, hogy ugye később, hogy majd foglalkoznának, vagy vinnék tovább, de nem igazán van. Kabaiak, tenyésztők, most a Ladányi Egyesülethez, akik tartunk, azt hiszem, hogy 70 vagy 80 vagyunk, hát vannak tenyésztők többen Kabán, akik viszont meg nem tagjai az Egyesületnek. Milyen volt a két nap itt, ez a kétnapos kiállítás, hogy sikerült, hogy ítéli meg? Szűkös, mert anyagilag itt most lehet érezni, hogy a nincstelenség az ugye jelentkezik, de viszont attól függetlenül, hát szerény formájában csak megrendeztük, de még így is azt mondom, hogy ettől voltak rosszabbak a kiállítások, de itt azért több mint 200 galamb volt kiállítva, és aztán hát tyúkok, különböző fajták, voljerekbe, aztán külön-külön kecseszik be. Én azt mondom, hogy a Kabához képest, lakossághoz képest így ez egy olyan jó közepesnek mondható.
A díjak kiosztása lassan közeledik, a bíráló testület vezetőjével beszélgetünk, a Püspökladányi Egyesülethez tartozó kiállítók milyen kollekcióval, milyen színvonalú galambokkal jelentek meg ezen a kabai kiállításon, hogy ítéli meg? Évvége tájékán megrendezett kiállítások a tenyésztőknek az egész évi munkáját prezentálja. Ennek megfelelően hozták el a ide tartozó egyesületi tagok és a hozzánk kapcsolódó tenyésztőtársak a legjobb galambjai. Ez az az időszak, amikor mindenki nagy-nagy gondossággal készíti egyesületet és a tenyésztőket érintő nagy ünnepként megélt eseményre kis állataikat. Az elmúlt időszak közel néhány éves visszatekintése alapján sajnos a létszám egy kicsit kisebb. Az országot érintő recesszió ezt a területet is érinti. Ennek ezzel együtt és ennek ellenére elmondhatjuk, hogy ebben a kis régióban a kis állattenyésztés a hagyományokat folytatva a vádlagon felüli kollekciókat láthattuk. Ez tükröződik a bírálati munkában is. Készítettünk pontos statisztikákat, de elmondhatjuk, hogy a megjelent kisállatok fajtánkénti és az össz bírálati eredményeket tekintve körülbelül 20%-a lett kiváló minősítési galamb. Ezt felelősséggel kollégáim, bíráló kollégáim több éves bírálói felkészültség alapján állapítják meg. Nem egyszerű ez, minden fajtának sztenderdje van, ehhez kell viszonyítani, és a 100 pontos és a szöveges bírálati rendszer alapján megállapítottak mindenütt olvashatóak a bírálati lapon, amit mi aláírásunkkal szignálunk, és azért szakmai felelősséggel tartozunk. A kiváló galambok, azok mindenkinek nagy örömöt jelentenek, mert a szakmai munkának a prezentációja, ha szabad ezt a kifejezést így használni. A kiváló galambok közül is a kiválasztott legjobb galambok, azok a kiállítás győztesek. Ez egy komoly cím, komoly eredmény, és a szakmai testület által megállapított és kvalifikált legjobb eredmény. Akik ezeket elérték, ezeket a címeket, ezúttal is elismeréssel tartozunk nekik, és gratulációval tartozunk. A díjkiosztó és ez a kis jelképes díj is ezeknek az elismeréseknek a kifejezése.
Ezen díjunk, tisztelt tenyésztőtársak, amelyet a megyasztai ajándékból ajánlott föl, Sáska Sándor tenyésztőtársunk fotosztalan állományára. Köszönjük szépen a megyasztai ajándékból felajánlását. Szerünkbe is gratulálok és további sok sikert. Hagyományunkat tisztelve ezúttal is szeretnénk két vándordíjat átadni. Elhunyt pénztárosunk Csávás Antal emlékének adózva, aki hosszú ideig volt egyesületünk pénztárosa, és azt hiszem elég kiemelkedő munkát végzett, hogy minden évben megemlékezzünk egy-egy vándordíjjal, melyet minden évben egy eredményes szolnoki bagetta tenyésztő kap, aki közepén a Lantinak is az volt az egyik kedvenc fajtája. Ez évben Bőr Lajos tenyésztőtársunk kapja a vándordíjat. Órián Lajos bácsi emlékére, ez aki szintén hosszú ideig volt egyesületünk tagja, illetve pénztárosa, kiemelkedő eredményeket ért el Magyar Óriás tenyésztésből is, és azért ez évben Szent Anna itt egy Csaba tenyésztőtársunk Magyar Óriás kollekcióját. Kovács Imre tenyésztőtársunk Amerika Lóriás Kosztagalamja 6-os csapatverseny 3. helyezettje. Már megért lát. Már megy az egyesületek közötti 30-as csapatverseny, és ez éppen a 3. helyezést ért el a Nádudvari Egyesület. Hát nagyon éles verseny alakult ki az első két csapat között, de sajnos egyetlen ponttal, de Püspök Adán csapata lett a második. És az ezévi csapatverseny egyetlen ponta, bár de mégis Beregyói falu egyesülete nyerte meg. Hát, csak érdemes kabára jönni. Gratulálom. Szeretnénk megköszönni kedves polgármester asszonynak, illetve igazgató asszonynak, hogy itt lehettünk, és bízunk benne, továbbiak még segítik munkánkat, és szeretnénk nekik egy kis segítséget átmondani. Nagyon köszönöm. Tenyésztőtársak, ezzel lezárult azt hiszem az év is, kiállítás is. Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt volt, és jövőre találkozunk. Thank you.
Adásunk végéhez értünk, megköszönöm kitüntető figyelmüket, a későbbiekben bármilyen információjuk vagy javaslatuk van, kérem keressenek minket a megszokott elérhetőségeken, telefonszámon a 0630 380 90 91-es számot tudom figyelmükbe ajánlani, valamint e-mail címünket forrástv1@gmail.com. Ne feledjék, adásunk kezdési időpontja megváltozott, immáron szerdán, illetve vasárnap 19.30-tól várjuk Önöket a képernyő elé. Búcsúzom, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!